Ez itt egy vanília és szójaszósz rajta, ami rendkívül meglepő, de elméletileg ez rendkívül finom, és kóstoljuk is meg, hogy milyen. Amúgy olyan kicsit, mint egy sós karamella, valahogy tényleg lenyűgöző is, és azt mindenképpen próbáljátok ki. És a mai nap meg fogunk nézni még ezen kívül 4 darab ízkombinációt, és a következő az pedig a narancs és csilipor lesz rajta. Lássuk. Az internetről próbáltam keresgélni minél érdekesebb ízkombinációkat, és hát így tálalják amúgy, hogy csak megvan csiliporral szórva a narancs. Nagyon klasszikus magyar étel. Meg kell mosni a narancsot, ha minden igaz. És akkor itt is lenne. De hogy kéne ezt megenni? Szerintem egy kis cikkelyt levágok, és úgy sokkal könnyebb lesz. Az így egész korrekt. Amúgy önmagában én a narancsnak se vagyok a rajongója. És akkor most ugrik a majom a vízbe. A csípős narancs így készül. Tehát vagy fülük fog érni a szám, vagy csak fintorgok, mint egy 3 éves. Kóstoljuk meg akkor ezt. Hát ez egy csípős narancs. Boy, no way, boy. Nem érzek egy ilyen új, fenomenális ízélményt. Külön először csak a narancsot éreztem. Eddig mindenképpen a szójaszószos fagyi az, ami nagyon nyerő. És ezt nehéz lesz szűberelni. Hát ez nem nagy szám. Bárki is írta, elég unalmas. Viszont a következő az ugyanúgy egy gyümölcs lesz, és az szerintem már sokkal sikeresebb lesz. Körte kell hozzá. És a másik, amitől amúgy sok ember biztos, hogy írtózik, kicsit én is, az a kék sajt. Ha de valaki nem tudná, azért kék sajt, mert penészes, nemes penészes. Be fogjuk rakni a sütőbe, és akkor egy kicsi vékony szeletet rárakok a körtére. A kettő így karamellizálódni fog, olvadni, és így remélhetőleg a számon is szét fog olvadni. Előmelegítettük a sütőt. Hú! Várjál. És akkor ráhelyezzük a körténket a csiliporos vágódeszkára. Nagyon durva lesz. Amúgy most is tényleg igazán penészes illata van neki. Fogjuk a sajtot. Gurmi. Vágjunk egy szép szeletet, ami így illene a körtére. Nézd meg. Úristen. Hát ez nem sikerült. Így szerintem egy késsel kell ráhelyezni, nem az a esztétikus. Előmelegítettük a sütőt. 200 fokon van nagyjából légkeringetésen. Kicsit lélegezni hagyjuk bent, kicsit melegedni. Ott is van. Hú, már most is tereg. Na jó, sok sikert. Bizonytalan percig bent hagyjuk sülni. Csúdig! Ne, hát visszagyullad! Nem fog, ember! Ez nem olyan. Nincs kedvem várni. Szerintem ez nem olyan dolog, amire érdemes várni. Jó van. Igazából ez csak melegebb lesz. Hú, jó. Ki kell tálalni azért. A lényeg az, hogy hogy prezentáljuk. Kicsit így forgassuk, vágókép. What the hell? Oh my god! Na jó, kóstoljuk meg. Nem akarom. Hát... Nagyon sokat vettünk, az a baj nem volt kis kiszerelésben, ezt valahogy el kell tüntetni. A körtének az íze nem túlzottan jön ki. Még ilyen roppanós maradt, nem az a karamellizált. Ha többet lett volna a sütőben, akkor lehet, hogy jobbra sikerült volna. A kék sajtot érzem rajta bőségesen. A kört az csak egy ilyen harapni való mellé, amin úgy tovább tudsz csámcsogni, nyomogni. Egyszerű élménynek, hogyha most ez megtetszett, akkor tudom javasolni, de még mindig a fagyi a nyerő. És nézzük a következőt. Na ez egy izgalmas lesz, aki szendvics rajongó, az most csorgatni fogja a nyálát, ugyanis mogyoróvajas, békönös szendvicset fogunk csinálni. Ez kell egy serpenyő, és meg fogjuk grillezni, vagy sütni egy picit a kenyér szeleteinket, és akkor megkenjük mogyoróvajjal, illetve békönt is pirítunk. Vágjunk bele! Egy evőkanál olívóolajat rákenetünk, és ezen fogom egy picit megpirítani a békönt, és utána pedig jön a kenyér. Na, kedvenc magyar szópárosom ez a bacon szalonna. Amúgy szép szelet. Nekem ez nagyon tetszik. Csináljunk 2 szeletet, azt mondom. Ez a kaja, ez szinte kultusz.
mennyire nagy boldogságot tud okozni egy kis sonka. Úgyhogy megpirítjuk, és hogyha már egy ilyen kérges lesz, kicsit ilyen sötétebb, pöndörödik vissza, akkor jó lesz. Írjátok meg egyébként, hogy szeretnétek-e látni esetleg főzős videót, mert a tartalmamban tényleg van egy jó pár recept, ami egyszerű, és leveszitek a lábáról az összes csajt. Ó, aha, alakul. Nagyjából onnan tudjátok, hogy kész van a bacon, hogy már kezd felrobban, és a konyha minden pontja olajossá válik. Oh! Kicsit belement a kávéfőző csöpök tetejébe. De ez mind így van kiszámolva. Én azt mondom, hogy a bacon járja át a testünket, járja át a konyhát. Tökéletes. Arra gondoltam, hogy a kenyér szeleteinket kenjük meg egy kis margarinnal. Ezáltal ilyen finomabb, pirultabb, és nem az a nagyon kiszáradt jellege lesz neki. Ezt a margarint elég nehéz elkenni. Nem, amúgy lusta vagyok. Nézzük meg, fordítsuk meg a kenyeret. Hát, igen. Na. Szóval ez itt a különbség a között, hogy van-e rajta vaj, vagy nincsen. Vegyük is ki szépen. Nem akarom, hogy ketté törjön. Ilyen szépen, nagy rutinnal. Hát ilyet sem csináltam még magyarú vajjal megkenni szendvicset, de... nagyon szépen kenődik rá amúgy. Ez jó lágy, és jó kis kaparós hangja van neki. Általában magyarú vajat én zabba leszem. Picit vékonyan erre is kenünk, alul felül legyen. És helyezzük bele a finom békönt, úristen, amúgy egy is elég lett volna. Ez így elég fullos, durva. És gyerekek, elkészült. Amúgy rendes, szép. Kóstoljuk is meg. Ez mehetne indexképre, ez olyan. A békön az nem nagyon domináns. Lehet, hogy egy kicsit sok magyaróvajat kentem bele. A békön az nem túlzottan dominál benne, szóval akár még rakhatsz bele többet. Lehet, hogy a koleszterin szinten mondjuk azt nem köszöni meg. Jó volt ízre, de nem volt olyan izgalmas, és érzem, hogy nem jutod úgy föl az agyamba. Ezt rangsorolnám a második helyre, még mindig a fagyi a nyertes, és most már végezetül egy rendkívül egyszerű és fura dolog lesz. Oreót mártunk. Narancslébe. Szóval öntsünk ki egy kis narancslevet. Fel kell rászni. Érzék ilyen. A egész narancs darabok is elpuhuljanak benne, eloszoljanak. Vegyetek egy oreót. Na jó, az oreót azt meg mindenki ismeri. Szerintem egy túlértékelt süti valójában. Stop the cap! Egyszerű kakaó, a krém az meg csak krémes, de nincs sok íze neki. Másuk bele. Lubickoltassuk meg. Nézzük. Ez igen! Na, bárki erre gondolt, merész volt, de nagyon okos. Egy narancsos sütivé változott, ha ettetek olyat, valamilyen kis narancs réteg a tetején, ilyen zselésen, pont ez jött. Szóval ez rendkívül jó volt, de mondom, a nyerő még olvadt állapotában is. A szójaszószos vaníliafagyi, nem gondoltam volna tényleg. Ezt próbáljátok ki! Mindenképpen próbáljátok ki, és írjatok kommentet, vagy hogyha már próbáltátok, akkor azt, hogy ti nektek tetszette. Köszi a figyelmet, iratkozzatok föl, és találkozunk legközelebb.